Centrumban egy olyan ember, aki szereti az egyenes beszédet, ami a szívén, az a száján, úgyhogy rögtön sokaknak tanúságú szolgálhat a válasz, ami az első kérdésre majd megszületik. A kérdés pedig az, Klapka úr, egy olyan helyzetben, amikor hihetetlen élettapasztalattal rendelkezik, látja, hogy adott esetben a kortársai meg küzdenek például a szellemi lassulással, ezekkel a típusú gondokkal, az ön esze viszont az agya vág, mint a borotva. Tulajdonképpen ezt a kérdést ön hogy kezeli? Kezeli-e egyáltalán? Nem kezelem, ez nálam természetes, hogy vág az agyam, amióta élek az ott. Mindenem már lassúbb, mint 20 éves koromban persze, de azért az agyam az ugyanúgy működik, mint az előtt. Kitűnő memóriám van, hála Istennek. Persze táplálom is, szóval azért teszek is azért, hogy valami legyen. 86 lépcsőt megyek minden állat nap, szóval tornázok is meg kicsit, már úgy, hogy nem megyek el tornázni, hát egy 87 éves ember már nem nagyon tornázik, az már nem szaladgál, de azért fölmászok a lépcsőn, és azért nem csináltok egy liftet, hogy muszáj legyen fölmászni a lépcsőn. Meg aztán mindenféle nyavajákat, ilyen külön aranysót használnak, vagy olyan hülyeséget csinálnak, amit nagyon csinálnak az emberek. Szóval én előre gondoskodok arról, hogy rendben legyen a fejem. Ez az aranysó dolog, ez micsoda, mert olvasni lehet róla, hogy egy hosszú kutatás eredménye, de valójában azért főleg, hogyha ön saját magán is használja, akkor az egy speciális referencia. Már régóta. Szóval az aranykolloid, mint olyan, az egy nagyon érdekes szerkezet. Az aranyat az 5000 éve használják gyógyításra, meg mindenféle nyavajára. És az aranykolloid az egy szenzációs dolog, csak mint minden gyógyszer, ha sokat viszek be a szervezetbe, akkor ártalmas. Most az volt a kérdés nálunk, hogy hogy oldjuk meg azt, hogy ne tudjon sokat bevinni, de azért bevigyen annyit, amennyi kell. És így egy egyetemi tanárral együtt összehoztuk ezt, hogy sóba tesszük bele, mert elsózza az ételt, nem eszi meg. Úgyhogy nem tudja túlzásba vinni az aranykolloid bevitelét a szervezetbe, csak annyit tud bevinni, amennyi nagyon-nagyon-nagyon hasznos. Szóval ez egy szenzációs valami, úgyhogy én ezt nagyon el vagyok tőle ragadtatva, legalábbis én. Én szedem és el vagyok ragadtatva tőle. És miután önről elég jól tudni, hogy amivel foglalkozik, annak kitanulja minden csínyát, bínyát, ezzel fölbátorít arra, hogy itt a sóügyben még megkérdezzem, mert ugye nem mindegy, hogy milyen sót visz be az ember a szervezetébe, erre is odafigyelnek? Na most a sónál általában az a probléma, hogy azt mondják, hogy a só nem kell olyan sok só, meg így nem kell, meg úgy nem kell. Hogy született az egysejtű, amiből mi is lettünk? Sós vízbe. Mennyi só van egy emberbe? Mennyi? Senki nem tudja. 250 gram egy normális emberbe. Tehát a sóra borzasztó szüksége van a szervezetnek. Azt mondják, hogy ha nagyon túl sósan eszel, akkor emelkedik a vérnyomásod. Én még nem láttam olyan szarvas, meg olyan disznót, amik oda ment és megnyalta a sót, ugye, mert mindegyiknek szüksége van az állatnak és a sóra, és mellett állt egy orvos, és megnézte, hogy mekkora a vérnyomása. Szóval az egyik az 8-at nyar, a másik csak 2-t nyar. Kinek milyen a szervezete? Van, aki jobban sósa, az én lányom, például a tudós lányom, pedig kutató tudós, az minden ételt, mielőtt megkóstolja, megsózza. Mielőtt megkóstolja. Ilyen is van, és semmi baja nincs. Szóval az emberek, azt mondják, muszáj megígyen 3 liter vizet, és az arabok, hogy élnek? 3 liter vizet megisznak a pontos hivatagban? Szeretném látni. Szóval... Egyébként ön mennyi vizet iszik? Ezt csak azért is kérdezem, mert ugye ön abstinens. Soha nem számolom, a lányok odahozzák nekem mindig délőtt, amikor bent ülök az irodába, a korsót, abban mindig ilyen kis almalé van egy picike, hogy mégiscsak jobb íze legyen annak a víznek, és iszogatom, de soha nem számolom, hogy az 2 liter, vagy 3 liter, vagy 1/4 liter, szóval amennyi jól esik, annyit iszom. És nem törődök azzal, hogy a doktor bácsi azt mondja, de Klapka úr, minden nap 3 liter vizet meg kell inni, nem érdekel engem. Amennyi jól esik, annyit. Egyébként akkor még maradt egy dolog, ami ebbe a tárgykörbe tartozik, hogy ugye önről lehet tudni, hogy szerette és szereti az édes életet átvitt értelemben, de az édesítőszerekkel, a cukorral hogy áll? Imádom a csokoládét.
meghalok a csokoládét, szóval az olyan, és nem tudom megállni, hogy ne egyebb meg, szóval elég csokoládés vagyok. Egyébként a teámban nem cukrot teszek, nem édesítőszert, de azért a tábla csokoládé az úgy szoktuk mi enni, hogy három nagy kutyám van, ilyen kaukázasi, és akkor elveszek egy tábla csokoládét, mind a három, mint a villámgyors oda leül elém, és egyet én, egyet az egyik, egyet a másik, a harmadik, egyet én, egyet egyik kutya, másik a harmadik kutya. Szóval négyen eszük a tábla csokoládét. És válogatós? Én? Igen. Abszolút nem. Tehát csoki-csoki. Csoki-csoki, nekem édes legyen, és csokoládé legyen. De ételben sem vagyok válogatós egyébként. Szóval nekem a krumpli paprikás ugyanolyan jó, mint a mit tudom, micsoda, szóval. Azzal együtt mégis... Nagyon puritán ember vagyok, az is voltam világéletemben. Na igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy ugye módja volt rá, hogy a legkülönbözőbb helyeken a legfantasztikusabb ételeket is megkóstolja, de ezek szerint... Ettem még kaviárt is, meg langusztát is, meg minden nyavaját, de az nem azt jelenti, hogy most meghalok, hanem ezek langusztát. Nem. Tehát például káposztát szfekeddi volt ebédre. Nagyon finom volt. Borsa? Bors, én csak borsa, nem cukorra. A nejem a cukor lesz, én borsa leszek. Egyébként van valami olyan, ami úgy kiemel ebből a sorból, hogy az abszolút kedvenc? Már igen, pacal pörkölt, de ezt nekem kell főzni, az, hogy nem nyúl hozzám, az a fúj. A pacal pörkölt, én jó főzök egyébként, én jól sütök. Pacal pörkölt, azt nagyon szeretem, csirkeszány levest szeretem, szóval egy pár dolog, amit jobban szeretek, az igaz, de ha nem az van, akkor nem történt semmi. Szóval nem vagyok válogatva, a spenótot is megeszem, meg a tökfőzeléket is megeszem. És egy dolgot még áruljon el, hogy tudnélik, olyan világban élt bárok, revük világát is megjárta, az üzleti életnek olyan szegmenseit, ahol nagy valószínűséggel azért az alkohol az nem volt idegen a közektől. Honnan jött ez az abstinencia, hogy nem fogyaszt alkohol? Én 42 éves koromig egy korty italt se ittam. Ma már néha megiszok egy pohár bort, de nagyon az sem rendszeresen és össze-vissza. A pálinkát utálom, pedig saját magam is főztem pálinkát szilvából, saját szilváimból. A sört azt nem szeretem, mondom, és a borba is a legolcsóbbat, szóval ilyen ócska, szürke barát, vagy nem tudom micsoda, szóval azt, ha egyáltalán iszok valamit, és azt is ritkán. Szóval sose kívántam az ezt, de nem tudom miért, pedig nem láttam apámat, meg anyám azt néha egy kis császárkörtét hívott, de ő se volt se berúgva semmi, szóval én nem láttam, a nagyapám az piás volt, az nagyon piás volt. De különben a szüleim nem voltak italosak. Szóval nem azért nem lettem én, csak én nem szerettem, egyszer nem is kívántam soha az alkoholt, meg nem is szerettem, meg különben is táncos voltam, hát nem lehet részegen forogni, mert az ember részeg is, meg forog is, Isten is összeesik, szóval az nem megy. Egyébként tényleg, ugye, ha már a táncosságát említette, és hát nem is akármilyen táncos volt, akár nem is akármilyen partnerekkel. Hát így igaz. Álmodik arról? Nagyon ritkán. Nagyon ritkán. Szóval a színpadnak, hát persze, aki egyszer színpadra lépett, az szereti a színházat nyilván. És én, mint színész kezdtem, Rózsa Egyi Kálmán színművészeti főiskolá, jó osztályba jártam, Sós Imre, Berek Kati, Gerra Zoli, szóval jó osztály volt nagyon. Ezt áttértem a táncos szakmára, nem minden segítség nélkül, ugye a színművészeti segített, tehát mert nem tudom, mindegyben, nem akarok ebben belenni részletekbe. De aki egyszer színpadra lép, az visszavágyik mindig a színházba. Ja, én volt a nejem, a Mari Zsuzsi, aki ugye sikere volt, és a taps az egy őrítő, mámorító valami, hogy szétverik a házat, és nekem majdnem mindig szétverték a házat. Csak akinek az életben más oldalon is van sikere, annak a siker a siker. Szóval nem csak a taps siker, hanem én csak kötök egy jó üzletet. Nekem nem kell pénz, de hogyha keresek rajta 1 millió forintot, akkor van egy hármasom. Ha négyet, akkor van egy négyesem, vagy egy ötösem. Szóval, tehát nekem a sikerélmény az megvolt az életben is. Az üzleti életben is megvolt a sikerélmény. Azért nem vágytam soha vissza a színpadra. Azok az emberek, például a diszidensek, akik kint éltek, kint nyugaton, amíg ment a szekerük, addig nem volt nagy problémák, nem volt honvágy se. Ebben a pillanatban, hogy beteg lett, vagy nem volt, aki egy pohár teját adjon neki, vagy nem tudta kifizetni a lakbérét, abban például a honvágya lett, és ment vissza. Siker nélkül egy ember egy fél ember.
a siker egy borzasztó fontos valami az életben. És én egy nagyon sikerorientált ember vagyok, és azért kezdek mindig minden marhaságba bele, például ebbe az aranysóba. Hát minek kell 87 éves korban valakinek aranysót csinálni, minek? De csinálom, mert szeretem, mert új, mert sikerült, megcsináltuk, összehoztuk a sót az aranyjal. Jó, nagyszerű. Egyébként az aranyjal viszont nem most kezdett el foglalkozni, hanem sok-sok évvel ezelőtt, és valójában ugye legalábbis én azt hiszem, hogyha valaki az aranyjal foglalkozik, akkor nagyon érzékelnie kell a világ gazdaság lüktetését. Azt érzékelni. És ezt hogy csinálja? Tehát elállom, hogy hogy figyeli? Elállom, hogy hogy kezdtem az aranyjal foglalkozni, jó? Én nyugaton dolgoztam, és egy állandó kilépő szolgálati útlevelem volt még a Átkosba, amikor ugye, és rengeteg aranyat csempésztem be Magyarországra, szóval tilos volt. 2,80 vagy 3,80 volt egy gram arany kint Németországban, itt meg 70 forint volt egy gram arany. Már hogy akkori márkában? Akkori márkában. Igen. És itt meg 3 forint volt egy kiló arany, 70 forint volt egy gram arany. Hát 5-szörös meg 6-szoros pénzt kerestünk rajta. Úgyhogy sorba álltak mindig, amikor hoztam ilyen karkötőket, meg ilyen gyűrűket, meg minden nyavaját, behoztam sokszor 1-2 kiló aranyat, becsempésztem, és hát sorba álltak itt az emberek, és rebegtek, hogy te nekem is hozzá legyette, hát nem lehet Magyarországon aranyat kapni. Szóval akkor már aranyoztam, úgyhogy ez később ez természetes dolog volt. Meg nyugaton volt nekem egy drága kő nagykereskedésem, és azért is közel voltam én a drága kőhöz, meg az aranyhoz. És manapság hogy látja, ugye folyamatosan érzékeljük a világban a legkülönbözőbb válságjelenségeket, és ugye vannak szakemberek, akik azt mondják, hogy az arany most már olyan magas szinten van, ami igazából a befektetést nem teszi észszerűvé, vannak viszont, akik azt mondják, hogy az aranyba mindig is érdemes volt befektetni, tehát ön hogy mérlegel, hogy értékel? Amióta a világ, az arany az mindig érték volt, meg érték marad, meg érték, amíg a világ lesz. Az, hogy az arany nem, ez egy olyan dolog, hogy volt az arany már 45 ezer euró is, ma például 31 1200 vagy 300 euró, meg volt 17 ezer euró is, szóval, vagy 17 ezer euró is. Szóval nagyon nagy játék kilóról volt. Kilóról beszélek mindig. Nagyon nagy játék volt, mi színaranyról. Nagyon játék volt az aranynál, de az arany az mindig egy érték volt. A háború előtt, amit most önök nem tudnak, mert egyik se ért a háború alatt, se pénzért, se szerelemért, se semmiért nem kaptam soha élelmiszert. De volt egy aranyláncom, vagy egy darab aranyam. Azért kaptam tojást, kaptam lisztet, kaptam cukrot, kaptam mindent. Szóval az arany az egy örök érték. Egy örök érték. Nem azt mondom, hogy milyen nagy üzlet, hogy veszek majd egy kiló aranyat, de én, nekem nem kell az a pénz, és nem, nincs rá szükségem per ma. És azt akarom, hogy a pénzem időtálló legyen, akkor én is vennék mindig egy kiló aranyat. Szóval, tehát aranyba fektetni mindenképpen. Ha azt mondom, hogy majd 5 év múlva hozzágyulok, vagy 10 év múlva hozzágyulok, tehát ha nem kell ma a pénz, arra nem szabad aranyat venni, ma megveszem és holnap eladom. Arra nem szabad aranyat venni. Egyébként egy érdekes részletkérdés akkor, hogyha valaki aranyba fekteti a pénzét, hogy hol tartsa. Hogyha itt most rúdaranyról, vagy nem valami ilyesmiről beszéljünk, annak mi a módja? Hát a zsebembe tartom. Na de viccel. Hát, el tudom bárhova dugni. Hát, egy pici kis arany, mindjárt egy kiló arany. Szóval, egy pici kis kiló arany, azt nem probléma eldugni. Uh-huh. Azt egyáltalán nem probléma. Nem kell az se trezor, se bank, se semmi. Azt otthon is el tudom tudni, hogy ne találják meg. Tehát elég, ha pénze van valakinek, és akkor persze. Már is. Ön egyébként, ha szabad azt kérdezni, a saját úgymond vagyonának egy részét aranyban tartja? Igen. Elég nagy rész van aranyban, színaranyban is, meg ékszerben is, úgyhogy elég nagy rész van aranyban. Tehát nekem van ugye 8 vagy 10 darab olyan trezorom, mint a bankoknak, ilyen erőzáros trezorom, úgyhogy azt kinyitni még a gyár se tudja, nemhogy a betörő. Úgyhogy ott tartjuk mindig a dolgokat, az értékeket. Egyébként avasson be mindenket abba, hogyha például
egy trezort akar vásárolni, akkor ezt szakemberekre bízza, vagy pedig ön utána néz, hogy mi lenne a legjobb? Szakemberekre bízom, és én utána nézek a szakembernek, hogy mit ajánlod. Szóval én soha nem veszek úgy meg valamit, hogy a szakember azt mondja, ez a cserép jó, ez a gerenda jó, ez a darab jó. Nem. Azt elmondja nekem, és szóval milyen cserép van még ezen kívül, az meg az, köszönöm szépen, megnézem, aha, na akkor jó, ez. Mit szólsz ehhez? És megbeszélem vele. Igen, igen, akkor ezt kérem. Szóval én soha nem megyek fejjel a falnak. Legalábbis tudatosan nem megyek fejjel a falnak. Tehát amikor valamit veszek, akkor a szakemberek először, aztán megnézem én, aztán még egyszer megbeszélem vele. Nem megy fejjel a falnak tudatosan, viszont ahogy lehet tudni az élet történetéből, volt egy pár alkalom, amikor azért találkozott a fallal. Hát persze, és minden ember életében. Ez a kérdés, hogy ön minden jel szerint valójában megrázza magát, föláll és megy tovább. Így ez van. Így van? Soha nem dobok be egy 100 márkást a Dunába, hogy a másikat kihozzam. Ha egyszer elvesz, beesett a Dunába egy 100 márkás, akkor hagy úszon el, menjen. Nem tudom, hogy másikat utálnak. Szóval, amikor látom egy üzlet rossz valamilyen oknál fogva, hiába fektettem bele x millió forintot, szóval jó napot, és ott hagyom, és kész. Ez így volt Romániában, amikor oda mentem, ez így volt, amikor ezt az üzletet nyitottam. Ez nem aranyüzletnek nyílt, hanem ez ilyen ruhának, meg textilnek, meg ilyen mindenféle nyavajának nyílt ez az üzlet. Volt benne 8 kislány, meg egy üzletvezető, és egyszerűen nem ment. Egyszerűen nem ment, hiába jó helyen volt, de akkor sem ment az üzlet, mert nekem nem volt a ilyen és ilyen női ruhából egy sor színes, egy sor kék, egy sor lila, egy sor fekete, egy sor nem tudom micsoda, 34-től 46-ig. Szóval olyan mennyiség kellett volna bele, amit én nem tudtam belakni, mert hely se volt, meg nem ment egyszerűen, és egyszerűen nem ment. Szóval, és akkor amikor láttam, hogy baj van, és nem tudok konkurálni a nagyokkal, akkor befejeztem, megfogtam mindent úgy, ahogy volt, odaadtam a Vöröskeresztnek, nem próbáltam eladni. Kész, nincs tovább, és nyitottam egy másik üzletet. Szóval én soha, vagy a Romániában elvesztettem 1,5 millió dollárt rövid 6 hónap alatt. Hú. Nagyon sok pénz, az nekem is 1,5 millió dollár. Hát, na mindegy, amikor eljöttem Romániából, mondtam nekem, hogy hát hozzuk legalább a bútort el, meg a irodában, mondom, hagyj engem békébe a bútor irodában, én vagyok a hülye. Ne menjek olyan országba, akinek a nevét, aminek a nevét nem ül, a nyelvét nem uralom, nem tudom. Mondom, ne menjek olyan országba dolgozni. Mert én csak magyar meg németeket vettem föl ott, aki magyar meg németül beszél, ők egymásról románul beszéltek. Az egyik az házat épített magának, a másik nem tudom micsodát, csak én lettem szegényebb, szóval így működött ez. Úgyhogy van sokszor üzletet, csináltam sokszor rossz üzletet, én sem vagyok jó Isten, aki 1000%-os mindent tud, hogy kell csinálni. Az előbb említette a ruhabolt példát, hogy ugye kiderült, hogy nem megy, és ezért aztán lemondott róla, a ruhát a Vöröskeresztnek ajándékozta, viszont egy olyan adott esetben természeti kincsel, mint egy dió ültetvény, amellyel ön rendelkezik. Azért nem lehet ilyen egyszerűen bánni, hogy abba hagyni, hiszen a diófáról köztudott, hogy ez egy hosszú távú befektetés. 1 milliárd forintot fektetett bele, úgy nagyjából, ha jól tudom. Hogy áll az ültetvény? Az egy hobbi. Azt én nem arra épített, az nem egy üzlet a dió. Annak semmi köze az üzlethez. Az, hogy eladom a diót és hoz is most már, az egy természetes dolog, mert általában mindig azt mondom, amikor azt mondják, hogy főnök, hát ha többet fizet, többet dolgozok, ez nem igaz. Valaki vagy dolgozik, és ha dolgozik rendesen, automatikusan többet keres, automatikusan. Ha meg nem dolgozik, akkor meg hiába szakál bennyit. A Hofi mondta mindig, tudsz úszni? Nem. Ha megfizetem, akkor tudsz, akkor se. Szóval ami nem megy, az nem megy. Vagy valaki ilyen, vagy valaki olyan. Na most a dióval az a helyzet, hogy ugye a földem az volt, mert az a kérdés, szinte ingyen lehetett földet kapni. Nem úgy, mint hogy az, miben kell a föld. És vettem akkor valami 300 hektárt itt-ott, és azt tudtam, hogy van, és akkor én most 87 vagyok, hát 20 évvel ezelőtt 67 voltam, és a kisgyerekeim azok, azt hiszem 2-3 éves volt a kislányom, 5 éves volt a kisfiam, szóval 2 kisgyereke volt, és akkor mondták nekem, hogy te már vén, ezért vagy,
és nem mondom kicsoda, meg fogsz dögleni, és mi lesz a gyerekeiddel, hogy fognak azok egyetemre járni, mit lesz velük, hogy lesz, mint lesz. Menj a biztosítóhoz, és fizess be minden hónap ennyi meg ennyi pénz, és majd amikor 20 évesek a gyerekek, akkor valamit visszakapnak belőle. Na, te nem mentem a biztosítóhoz, megnéztem a márványpalotát, mondom, én nem adok ez márványt, ez nem az én világom. És elkezdtem gondolkozni, hogy mit csinálok, hogy tényleg, hogyha 20 év múlva, ha tényleg én meghalok, a gyerek meg ugye el akar menni egyetemre, vagy valahová, miből fog tényleg menni? Hát mondtam, a földdel kapcsolatban csinálok valamit. Hát ugye répát nem ültetek, mert kapálni nem szeretnek a gyerekeim, mert szóval a mai fiatalság az nem szeret dolgozni, csak kaszírozni szeret. Úgyhogy gyümölcs. Hát gyümölcs az a legjobb, mondom. Az a medgy a legjobb, az nagyszerű a medgy. Csak egy baja van a medgynek. Ha lerázod a fáról, és azonnal nem adod el, megrohad. Tehát ki vagy szolgáltatva a kereskedőnek. Az a kereskedő 10 fillér, 10 fillér. 1 forint, 1 forint. Teljesen mindegy, mit mond, oda kell add,